A Mikulás és Télanyó 10. alkalommal is megérkezett a messzi északról a hajdúszoboszlói gyermekekhez december 5-én. Krampuszok, manók kísérték őket, ők 3 igluban tevékenykedtek. Ellátogatott a városba Holle anyu is. A Mikulás már tovább is utazott, ám Csillagfény otthonában, Rudolf Rénszarvasban és a feldíszített fenyőfácskákban, dekorált hóemberkékben december 18-áig, aranyvasárnapig még gyönyörködhetnek az arra járók. Gyermekek, felnőttek százai várakoztak a művelődési központ előtt, hogy elkísérjék a fő utcán a hajdúszoboszlót az első között felkereső Mikulást a Csillagfény otthonához. A Betlen utcán feltűnt egy hófehér hintó, benne a várva várt vendégekkel. A télapó kiszállt krampuszaival és köszöntötte a gyerekeket. Szervusztok, szervusztok! Szervusztok! De jó ismét látni benneteket! Mennyit nőttetek tavaly óta? Sokat bizony. Nagyon is szépek vagytok. És milyen sokan eljöttetek, hogy köszöntsetek. Hát én meg nagyon szeretem volna a jövőt. Mit szóltok hozzá, ha elindulunk szépen a vonunk felé, és akkor lesz egy kis műsor, utána pedig ott fotózkodunk szépen. Ölelés is lesz, így van. Induljunk el szépen, szerintem lassan a időirányába. És a zenével lehet együtt énekelni, hogy halljon, mennyire vártatok. A hangulatos, hangos felvonulás elárasztotta a főutca 4 útsávját. Télanyó és a krampuszok a csodaszép hintón utaztak, a manócskák pedig a fényautóban. Mindeközben a megszokott helyen, a Szent István Parkban néhány manócska üldögélt, és ugyancsak több százan várakoztak a vendégekre, leginkább a messzi földről érkezőre. A fényszálon várakozott az 1000 darab meglepetés Mikulás csomag. A télapó háza helyén, teljes pompájában, kitárt ajtóval fogadta a betérőket. A sok-sok érdeklődő örömére a színpadot elárasztotta a fény, de meglepetésre még nem a nagyszakálú jött elő szoboszlói otthonából, hanem megjelent Holle anyó. Jól megrázta Dunáját, így aztán várható, hogy hó is lesz ezen a télen. A hangulat gyorsan fokozódott, színpadra szaladtak a manók, hogy minél jobb kedvre derítsék a közönséget, addig a Mikulás aludt egyet. Kellett még egy dalt énekelni, így aztán végre legalább Télanyó megérkezett a krampuszokkal és a manókkal a színpadra. A nagy zajra pedig odajött a Mikulás is, megölelgette segítőit, akik szaloncukrokat dobáltak, majd elvonult a dolgát végezni, és indulhatott a szenzációs Miki Mini Mikulás parti. Hát sziasztok, szép estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a hajdúszoboszlón. Örömmel látom, itt vannak a kisgyerekek, a kis csajok, a kisfiúk, itt vannak anyukáik, nagymamáik, akik ma is gyönyörűek, az apukákat meg a nagypapákat nem is mondom, mert azok mindig gyönyörűek és voltak. De hol vannak az animátor lányaink? Érkezik a Miki Mini Party zenével, tánccal, játékkal és sok-sok ajándékkal. Jön az első kérdésem, hogy ki szeretne ma ajándékokat kapni? Közben hamar elfogytak a piros Mikulás csomagok, Télanyó a közönség között járkálva incsiklandozó mézes süteményt kínálgatott a kosarából. Segítettek a krampuszok és a manók is. Holle anyó sem távozott még, ő cukorkákat ajándékozott. A színpadon hamarjában a tetőfokára hágott a hangulat, s az is bebizonyosodott, hogy milyen sok hajdúszoboszlói gyermek imád táncolni. Sok ügyes táncos ajándékot kapott, illetve utalványokat is kisorsoltak. A keresztlányommal jöttünk, és a két unokámmal, meg a lányommal, ők másik helyen állnak. Hát a gyerekek miatt jöttünk ide, hogy lássák a Mikulást. Szerintem kell ilyen rendezvény a gyerekeknek. Összetartja a várost. Nekem nagyon jó volt, egy tollat kaptam, egy vízipisztolyt,
meg egy cukorot. Megmondod a neved? Zalán Bendegúz. Az unokákat hoztam el, mert mindketten nagyon szeretnek táncolni, meg a Mikulás bulit nagyon szerették volna megnézni. Hol maradtak a szülők? Hát az egyik dolgozik, a másiknak meg pici babája van, és azt ápolja. Úgyhogy rám maradt a feladat, hogy elhozzam őket. Először vagytok itt, vagy több egyszer? Én a magam részéről először, a gyerekek már valószínű voltak többször itt. Nagyon tetszett az egész rendezvény, színvonalas, kellemes volt. Nagyon sokat táncoltam, és énekeltem is. A 10. hajdúszoboszlói Mikulás parti helyszíne a manók falvával bővült. Az iglukat sokan megcsodálták, akár csak ez a két csöpség, a másfél, valamint a 3,5 éves Amira és Anna. Még most próbáljuk felfedezni, mert eddig a tömegben voltunk, úgyhogy eddig a manóktól el sem lehet őket rángatni. Mi helyiek vagyunk, másodjára jöttünk eddig. Tavaly ugye nem volt, és nagyon tetszett nekik, mindenáron fel akart menni a színpadra, de sikerült végül. Mindketten nagyon szeretnek táncolni, énekelni, csak most egy kicsit szégyenlősek. Sokan voltak, kicsit így a tömegben két gyerekkel nehéz volt, de összességében szerintem egy nagyon élvezhető műsort csináltak a gyerekek számára. Kik laknak ebben az igluban, és mit tevékenykednek itt? Ajándékot csomagolunk. Az én nevem a Szunya, amiatt már sokat szeretek aludni. Én Szempilla vagyok, mert hosszú a szempillám. Itt én hasfók, mert sokat szeretek enni. Sokat dolgoztatok? Igen, nagyon sokat. Nagyon elfáradtató? Igen. Igen. Nektek adott valamit a télapú? Igen. Igen. Kaptunk mézet. Igen. Ott van bent az igluban. És aztán mi lesz most a további teendő? Itt lepihentek? Nem, folytatjuk a Folytatjuk a munkát. Itt nincs megállás. Holnap jön a télapó. Igen. Már mind a három igluban dolgoztunk. Még egyszer mindenki látni akarta, így a hívószóra újra előkerült a télapó, és együtt táncolt a színpadon összesereglett táncosokkal. Aztán Miki elköszönt, találkozhat mindenki velük jövőre, ugyanitt. A csillagfény otthonban azonban még világos van, két szorgalmas manócska szemlélődik, nézegetik a gyerekrajzokból összeállított albumot, nevetve mesélik, mennyi munka van mögöttük. Rengeteg szervezést igényelt ez az egész. Egy olyan három próbánk lehetett, mire begyakoroltuk a táncot. Osztottunk jelókákat, mézes kalácsot, fotózkodtunk jó sokat, megeleléseket osztogattunk. Szeretitek a gyerekeket? Igen, nagyon. Nagyon aranyosak voltak. Sokan odajöttek, még csokit is adtak nekünk is. Én is nagyon szeretem a gyerekeket. Aranyosak meg. Tényleg, hát adtak nekünk csokit is. Én is kaptam tőlük egy nyalókát. Kellemesen elfáradtunk. Igazából én nagyon jól éreztem magam. Ez már a harmadik évem szerintem, hogy manó vagyok. De nagyon szeretem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehettem ma is. Másodjára vagyok most manó, és én is nagyon szeretem, nagyon jól látni, hogy milyen sok örömet tudunk okozni. A 10. alkalommal megtartott hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás program hagyományos helyszínén az idén átadott új szökőkútat a szoboszlói gyermekek által felékesített fenyőfácskákkal és a nyugdíjas klubok tagjainak köszönhetően megfestett különös hóemberekkel tették még látványosabbá és vonzóbbá a szervezők. A kompozíció kompozíciót szül, mikor megkerestük a lehetőségeket, hogy hol és milyen módon tudjuk elhelyezni a díszleteket, akkor adta magát ez a körszökőkút, pontosan ki tudja emelni azokat a kis fenyőket, amelyeket az óvodások, iskolások díszítettek fel, a helyi óvodák és a helyi iskolák közreműködésével a nevük megtalálható, olvasható, tehát most itt díszes fenyők láthatók itt, illetve közöttük azok a hóemberek, amelyeket a nyugdíjas civil szervezeteink készítettek a napokban. Ez egy nagyon széleskörű összefogás volt, és azt gondolom, itt nem a turizmus szekerét toltuk, hanem a saját szívünket helyeztük előtérbe, és a hajdúszoboszlói, meg hát egyébként a környékbeli gyerekeknek is azt gondolom, hogy sok varázslatot nyújtottunk. Mozgalmas volt a mai este, rengetegen voltak, szerintem várakozáson felül, úgyhogy megközelítőleg én a csomagokból arra satszolok, hogy körülbelül 900 000 gyermek, és hát ugye emellé még jönnek a szülők is.
Szoboszlónak ez a legnagyobb területe, azt gondolom, ami részben fedett, ez indokolja is azt, hogy egy ilyen gyermekprogramot nagy felelősséggel csak ezen a helyszínen tudunk biztonságos körülmények között megrendezni. Én azt gondolom, hogy az idei jubileumi rendezvény sokkal színesebb és több élményt is nyújtott talán a gyerekeknek, hiszen a Manók falvát is ide varázsoltuk, az egyik műhelyben ugye dolgozhattak a manók, hogyan dolgoznak, ezt látták, a másikban pihenhettek, a harmadikban pedig sütkéreztek, tehát sütötték a mézes sütiket. Holle anyu is rendesen kirázta a párnáját, így meghozta Hajdúszoboszlóra a műtelet, a műhavat végül is. Szerintem télanyó, télapó is remekül szórakozott a gyerekekkel, és szerintem ez egy nagyon sok élményt adhatott mindenki számára. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a közreműködést, aki tényleg minden energiáját, szívét beletette ebbe a folyamatba, és bízunk benne, hogy jövőre is Hajdúszoboszlóra költözik a Mikulás. A Mikulással mi is személyesen találkoztunk, de csak miután átadta a gyermekeknek az ajándékot, addig nem zavartuk őt. Jó estét kívánok a szoboszlói nézőknek! Hát olyan reggel 4 óra, 5 óra között indultam el Lapföldről, ide érkeztem Hajdúszoboszlóra, a házikomban megalszom, és éjszaka indulok tovább, és viszem az ajándékot a gyerekeknek. Itt minden évben megérkezek, ugye én már 10 éve, minden évben óriási szeretettel fogadnak a gyerekek. Hozzáteszem, nagyon jók, nagyon rendes gyermekek vannak Szoboszlón. A felnőttek egy kicsit néha rosszalkodnak, de a gyerekekkel semmi probléma nincs. Hát akkor virgácsot nem adna senkinek? Azt azért nem mondtam, a virgács az lehet egy figyelmeztetés is, de igyekszünk minden gyereknek csomagot szolgáltatni. Megyek, lepihenek még egy pár óra hosszára, és hajnalba pedig indulok, végig körbejárom a világot. Kik fogják kísérni az útján? Hát velem jön egy-két manóm, illetve a szarvasaimmal végig robogunk az úton. Jó visszakát!